Sziasztok, itt vagyunk ismét a Walt Disney következő részében. Innen folytatjuk az előző résztől, és már megint sír a gyerek. Nem tudom, már nem emlékszek rá, hogy mikor adtunk neki enni. Ugye ő most terhes, és popzenét kell egyébként hallgatnia. Úgyhogy majd mindjárt teszek ide is be egy... Tehát megnéztem, hogy úgy lehet lánybaba, hogyha popzenét hallgat, illetve epre teszik. És még az jutott eszembe, hogy az mit számít-e valamit, hogy van ez a csoki tortás, ez. Jó, hogy arra nincs pénzünk. Aha. Mert hogy akkor itt is ebben lehet ugye epret mártogatni, úgyhogy igazából nem kell epret venni. Na mindegy, akkor majd ezt... Mert ugye még számítógépe sincsen. És még pénze sincs rá egyáltalán. Na várjatok akkor. Hát minden esetre kell egy rádió. Egy másik rádió, igaz? Az jó, egy ilyen táska rádiót. Na, ilyet én ilyet gondoltam. Jó lesz ez így szerintem. Ez igen, elvitte a pénzünknek a nagy részét. Ez nem jó. Ez nagyon nem jó. Akkor viszont ezt el kell adjuk. Bocsi. Na, gyere. Elvitt kell a pénz. És még mindig sír a gyerek, de mi baja van? Jó, akkor cseréld ki a pelenkáját, de már volt pelenka csere, nem? Segíts már, az a baj, hogy ő is olyan fáradt. Itt a kaja. Várjál, akkor ezt tedd meg. Utána csak nem dalszol még be. Aha, meg fürödnie is kell. Oké. Jó, és akkor most, hogy eszel, akkor hallgassál popzenét. Kapcsolja be, és... Nézzük csak, hogy hip-hop az, nem? Pop. Vita. És akkor hallgassa... Hallgassa a pop. És ha ezzel készen van, akkor jöhet egy tusolásra is. Jól lement mindened. Vegyél gyors egy... Gyere, vegyél egy gyors zuhanyt. Aj, de... Jaj, megjött, hogy beengedjük behívás. Gyere be. Hát, hogyha egy... hát tudnád, hogy ki vagyok. Adjunk neki egy kulcsot, hogy bármikor be tudjon jönni. És még aludjunk most. És kapcsoljuk ki. És... Hófehérke. Nem fog tudni aludni. Még egyszer próbáljuk meg. Jó, hát ha nem megy, akkor... Kénytelen vagyunk. Aha, hát ezt valahogy most nem sikerül neki összehozni, mert... Akkor így meg. És nem megy oda? Mi van még? Ölelje meg. Figyelj csak, te nem tudom minek vagy itt, Hófehérke, hogyha nem segítesz nekem. Nézi a jelenlegi filmet. Hármas szinten van a nevelésből, az egyébként nem baj, hogyha nevelésben jó. Szuper.
És most beszélgetnek. Hát igen, ez tök jó, de ezt a részt nem akarom abba hagyni, amíg 10 óra múlva lesz ugye a harmadik, nem, a második trimesztert, akkor még lehet, hogy ez sok lesz, vagy maximum ilyen kivágások lesznek, majd meglátjuk, de én nagyon szeretném most már, ha lenne a második gyerek is, de remélem a következő lány lesz, hanem akkor az első fiú, és akkor lányként fog élni, ennyi, hát nem tudok mit csinálni. Ó, már látom itt a milyen kis barna. Kis gyerek. Ragaszkodó. Jaj, ne. Kíváncsi. Inkább kíváncsi legyen, mint ragaszkodó. Jó, viszont akkor neked vennünk kell egy kis ágyat. Valami játékot. Ezt pedig nem is adom el, hanem valahova be kéne tenni. Na, várjunk csak. Az a baj, olyan kicsi a lakás, hogy de ezt ki is tehetjük végül is. Inkább, mint a gyereket, igaz? És akkor ide így jó lesz. Jó, és akkor ide tudunk egy ágyat tenni, mit tudom én, de is valami nagyon olcsó ágyat, úgyhogy kisfiú. Nem tudom, most ilyet kap ez. Most ezt tetszik. Illetve legyen neki valami játéka. Hát ez az állat, ezek nagyon nagyok szerintem. Szellemi jártasság, szellemi. Hát végül is ez 75 nem olyan sok. Jó. És akkor még valami, mit tudom én, egy ilyen. Jó, ez az ilyen nagy. Akkor legyen ilyen. Jó, és akkor még nem változott meg a kép. Még annyira nem érzékelte szerintem. Jó, hó, de jó, most már tudjuk, mi baja van. Jó, gyere, hagyd ott, hogy játszon. Ez megváltozhatna. Aha, most változott, tehát de jó. És azt néztem, hogy hamarosan elő kell, hogy léptessék, úgyhogy úgy kell hazajöjjön. Hát nem. Pedig hát majdnem fönt volt teljesen. Lehet nem csináltuk meg a napi feladatot. De jó. Megdicsérjük. Nem tudom miért, de megdicsérjük. Oda hülye ruhába vagy. Ez nem igazán tetszik nekünk. És benne van már a harmadik? Másodikban benne van, 16 óra múlva ez benne a harmadik trimeszterbe, amit mi mondtam nektek, hogy azt meg fogom várni. Oké. Okay. Közben a gyerek a saját magát el tudja intézni innestől kezdve, úgyhogy halleluja. Csak kajákat kell kitegyünk, és ő megeszi. Gyere, vegy, gyere. Jó. Szupcsi, hova mész? Fotelba? Vagy a kiságy, gondoltam volna még. Most egyelőre még a falat így hagyom, mert még most tetszik, de majd át fogom változtatni. De még most, ugye nem régen volt úgyis Halloween, úgyhogy még annyira nem gáz. Aztán majd, mikor kedvem lesz, akkor megváltoztatom. Jó, és itt van hófehérke. És tudunk vele beszélgetni, hófehérkével? Küld haza! Csak azért, mert elküldem aludni. De gonoszak vagyunk, Úristen. Na, azt te itten miért nem? Valamiért nem akart. És itt a tavasz nagyon jó, és hallgasson popot még mindig. Ő meg aludjon még.
Még aludjon. Mikor kell menned? 8 óra múlva mész dolgozni. Oké, és a mixerkedésnek... Oké, gyere ide, akkor egy kicsit mixerkedjél. Gyakorold az italok készítését. Az számít? Aha. Kikapcsoljuk már az én fejem egy kicsit zúg ettől. Jó, és akkor utána megcsinálj egy kaját. Főzzél egy ételt, bármi. De mondjuk ezzel is lehet föl, hogy akkor nem kell főzni egyet. Várjunk csak. Ja nem, mert most italt nem csinált. Aha. Oksa, akkor főzzél. Nem, süssél. Ja, de várjunk, az nem ugyanaz. Ugye? Neki főznie kell. De a sütés az nem ugyanaz. Mert jártunk már így. Jó, ez zöldséges gombolc, ez nagyon jó. Én amit kikapcsoltam, de úgy csak mondom. Jó. Jöttem meg úgy szórakoztál? Te nyugodtan. Babázzá, ott van. De miért tetted el? Jó, és te... Akkor... Apá! Játszol ezzel. Ezzel már csak fölmegy. Gondolom. Aha, jó van. De remélem popzenét hallgatsz. Igen. Hallgass a popzenét közben. Nyugodtan hallgass. Egész nyugodtan. Debret nem tudtam neki venni. De annyi popzenét hallgatatok vele, hogy most már tényleg izének kell lennie. Ja, hogy hármat kell. Meg ahogy meg amúgy is. 50% kész. Gyere. Aztán sajnos főzni kell tovább. Most majd foglalkozol a gyerekkel, de most ezt is meg kell csinálni. Egy sajtos makaróni. Tényleg egy adagokat, és akkor azt szerintem jó lesz. Ha jól emlékszem, akkor hármat kell. Még kettőt, még két kiváló minőségű kaját kell csinálnia. Hogy még meg kell csinálnia, mondjuk egy, szerintem a műzli is simán ez a gyümölcs, az a gyümölcs család, ez nagyon jó lesz. Jó, ezt már be is, opa, be is tesszük. Na, én nem tudom a hűtőbe tenni. Csak furán fogtam meg, biztos ezért. Piszkos környezet. Ja igen, ez zavarja. Aha. Takarítsd el, vettem neked. Jó, ezt is beteszem a hűtőbe. Menjed el. Na még egyszer. Jó, most hozzá fog egy meg. Jaj ne, most megeszi. Jó van. A gyerek hogy áll amúgy? Ő nagyon jó, megint álmos. Jó, hát akkor mennyi. Annyit játszott, hogy elfáradt a játékba. De szuper. Mennyi idő van még? Ú, mindjárt harmadik trimeszterbe lép, nem sok ez szülni fog. Nagyszerű. És nem léptették elő, de hát miért nem? Hát nagyon, nagyon kiváló volt már zuhanyozzál le. És most már nem tudsz elmenni szülni? Még egy kicsit hallgassál egy kicsit popot. Gyere, hallgass popot, és akkor utána elküldöm szülni. Majd tudom, most a gyerekkel nem sok mindent foglalkoztunk, te aludjál közben. Na, most vele is elkezdünk foglalkozni, akkor annyira fáradtan fog elmenni hófehérke, már megint olyan, már megint... Ja, nem azt hittem. Jó, és utána...
Takarítson, őrültem. Jó. Még nem mehet szülni, még nem. Tudna aludni is. Hófehérke, hófehérke. Honfőked már meg, ja, már megetted. És te elmosogatja még. Kapcsoljuk. Jó. És akkor most már csak fog annyira telni az idő, hogy itt lesz a baba. Ott tényleg, mert nincsen kádunk. Venni kell egy kádat. Úgy gyorsan veszek egy kádat, mert tudja, el fogom felejteni. Mondjuk ez... ez romlott volt? Vagy nem lehet eladni, vagy kitörölni? Hát azt tudom. Jó, és akkor egye meg ezt. Szuper. Nem mehetsz még mindig szülni? Akkor takarítsa, megint őrültem. Rád fél. Honnan felmos most? Aki akkor... aludjál tovább. Hát, hogyha... de... mindegy. Eljöhettél volna ide. Felköltöm, mert be fog pipilni. És mikor szül? Mikor szülhet? Sőt, tudod mit? Gyere egy kicsit, ölelgess meg. Ja, Krisztián hercegnő. Ja, igen, ezt majd átírom. Ja, most pont el van, akkor jó lesz az így. Majd átírom, csak most egy kicsit nem merem, mert félek, hogy kicsúszok az időből. És nem csináltunk ételt. Na jó van. Ne takaríts, majd én elrakom. Na végre vajudik, de most már elment dolgozni. De hogy akarom kihagyni, véletlenül rányomtam biztos, hogy... Ja, és, ja, hogy ő így visszajött. Ja. Mondtam, mennyi... Jó. Mennyi szüljél a kórházba, elküldjük. Értem el. Tehát visszaküldte már vajudik. Hát nyilván. Mondjuk. Majd... Na, engedd már el. Küldje a vodába. Én nem hiszem el. Ez is fiú lett. Clark. Hát nem tudok mit szólni, teljesen kész vagyok. Még egy gyereke lehet, mert úgy tudom, hogy 3 gyereke lehet összesen. De akkor valószínűleg nem ettől kell, aki most van. Mert úgy látom, hogy csak fiút tud. Na jó, hát én ezt a zenekizét eladom, mert most nagyon dühös vagyok rá. De tényleg. Nem tudom, még elmész dolgozni, csak így lazán. Menjél még be dolgozni. Menjél, mert te ilyen vagány vagy. Nagyon éhes. Jó van, majd eszik. Majd elküldik az óvodába őket. Azt. A kisgyereket nem viszi el az óvoda? Jó, és akkor föl is növesztem. Nem fog itt mindig sírni.
Hát el vagyok keseredve. Borzasztóan el vagyok keseredve, mert nem tudom, én szerettem volna egy lányt. Jó, hát akkor... De meg nem akartam volna ennyi gyereket. Jó az. Jó. Akkor az lesz itten, hogy itten ezt eladom, ezeket is eladom. Ja, beleraktam ide. És akkor teszek ide még egyet, mondjuk más színbe majd mindjárt. Jó, és akartam még egy játékdobozt, amiből ki tudják venni a játék. Ó, még Billy is kell tényleg. Akkor ide egy Billy. Ide egy ilyen kocka. Ja, ez tipegő, hát a tipegő. Jó, meg... Tudom, hogy most egyenre ennyi elég, de hát kész vagyok ettől. És akkor oda hát tévét, a tévét azt konyhába veszek. Hol van a tévét? Van. Ó, pont egyet akartam, 1920. Ja, akkor teszem ide, igazából nem tudom miért tenni. Bocsánat, hát komolyan nagyon kész vagyok. És megpróbálom egy polcra rátenni, hát hogyha sikerül föltenni a tévét egy polcra, nem tudom, hogy sikerül, hát csak gondolom. Nem. Na. Ide lehet tenni. De akkor még nem fog tudni tenni, mi? Hátrább már nem lehet. Aha. Viszont ezt elteszem innen, ez nem kell. Ide rakom. Na jól van. Hát apuka, neked véged van. Tehát neked annyi. Jó, most olvasni akart a gyereknek. Jó, akkor ezt részt itt hagyom abba, és akkor még utána nézek még egyszer, hogy hogyan lehet lányt. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a részt, vagy epret legalább szereznek, úgyhogy köszönöm szépen ezt a részt, megnéztétek, sziasztok!